Matédesz Lajos régész római kori kőemlékek a Csallóközben címmel tartott előadást a Csallóközi Múzeum kiállító termében. Az előadás első részében a római birodalomról, a birodalom határvédelméről, Pannonia provinciáról és a tőle északra elterülő Csallóköz viszonyáról esett szó. A Csallóköz területéről legalább 7 településről ismertek római kőemlékek, amelyek között vannak sírfeliratok, fogadalmi feliratok és építési feliratok. Az előadás során fényderült a római kőemlékek másodlagos felhasználására. Már maguk a rómaiak is táborai késő római átépítései során használtak római kőemlékeket. A középkor és az újkor során szintén használtak fel építési anyagként ilyen kőemlékeket. Vajon mennyire környezetromboló az Instagram? Ez volt a legutóbbi vándorláses témája a Városi Művelődési Központban. A közönség Kovács Kovi Zoltán a vándorlás egyik alapítójának előadását hallgathatta meg. Elmondta, hogy a közösségi médiának vannak pozitív hatásai, mint például barátságok kialakítása vagy fenntartása. A negatívumok közé sorolható, hogy régebben ritkán látogatott helyek a közösségi média által előbb virtuálisan, majd a turisták tömeges megjelenésével ténylegesen is életünk részévé váltak, ami gyakran veszélyezteti az ottani környezetet. Jó példa erre a hegymászás, amelyre ma már egy iparág épül, rengeteg szemetet felhalmozva a hegyekben. Ezért természetesen nem csak a közösségi média, hanem az emberek felelőtlen magatartása is okolható. A LASK Linz elleni 7-0-ás vereség, amely az Európa Liga búcsút jelentette a dac labdarúgó csapata számára, sem szegte a sárga-kékek kedvét, és folytatták fantasztikus sorozatukat a Fortuna Ligában. A trencséni gárda 3-1-es vereséggel távozott a MOL arénából, a járványügyi szabályok miatt mindössze 1000 néző előtt megrendezett mérkőzésen. Gyivkovics kétszer is betalált, és Kalmár Zsolt sem maradt gól nélkül. A dac mind a 8 eddigi bajnoki meccsét megnyerte, tehát 100%-os teljesítménnyel vezeti a tabellát. A tavalyi pontvadászatot is beleértve, győzelmi sorozata immáron 10 mérkőzést számlál. 3 nappal később a Dunaszerdahelyiek a Szlovák Kupa második fordulójában voltak érdekeltek, és 7-0-ás pöstjéni győzelmükkel biztosították be a továbbjutást a következő fordulóba.